Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt Miskolcon a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett családi napon. Erdély Ákos vagyok a Mi Hazánk Mozgalom Somogyvár -megye első választókerületének szervezője. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a következő kerekasztal beszélgetést én vezethetem. Külön köszöntöm beszélgető társaimat, dr. Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusát, És Lantos Jánost, a mi hazánk mozgalom munkahogyi kabinetének elnökét. Először is az iránt érdeklődöm, hogy miért a mi hazánk mozgalom mellett köteleződtetek el, miért pont itt foglalkoztok szakpolitikával. Akkor én válaszolok először. Erre nagyon egyszerű a válasz. Tulajdonképpen ugye a politika számomra az sokkal többet jelentett mindig, mint politika, tehát világnézeti elköteleződést is, egyfajta értékrendet, amelyet szeretnék a politika világ valósítani. Nyilvánvalóan adja magát, hogy a Mi Hazánk mozgalom mint egy nemzeti radikális párt, vagy sokkal inkább mozgalom, nevezzük így, amely ezt az értékrendet, ami az én értékrendemhez rendkívül közel áll, ezt képviseli, így teljesen logikus volt, hogy más párt és más mozgalom nem is jöhetett szóba. Én is üdvözlök minden jelenlévőt. Hát nekem is ugye azért esett a választásom a Mi Hazánk mozgalomra, mert semmi más pártban nem találtam meg azt, a jobbik párfordulása után, mert én ugye még 2018 előtt, a mi hazánk mozgalom megalakulása előtt én a jobbik Magyarországért mozgalom tagja voltam, és ott politizáltam, de ezt követően mindenféleképpen, Torockai Lászlóékkal, Dúrodóáékkal együtt egyöntetően úgy döntöttük, hogy zászlót kell bontanunk, és egy új pártot kell alapítani, aminek nem lehet más célja, mint hogy a nemzet felemelkedése, és hogy ezért harcoljunk, és ezért is választottam a mi hazánk mozgalmat, és nem is látok más lehetőséget Magyarország felemelkedésére jelenleg, mint a mi hazánk mozgalmat, és a benne lévő harcos társaknak a tevékenységét. Rendben, köszönjük. És a tevékenységetekre rátérve, mennyire összeegyeztethető a kabinetben végzett munkátok a családi élettel? Hiszen látható, hogy ugye a közösségi médiában és a hírportálokon is ö, sok helyen jártok a szakpolitikai megkeresések miatt. Ezt hogyan kezelik otthon a család, mennyire megértő ezzel kapcsolatban? Hát én egyébként elég jól kezelem a családom már néha-néha nem mondom, hogy rosszul, de ők azért nekik sokkal toleránsabbak kell lenni, hogy ugye folyamatosan megyünk. Ugye én ugye Barcikán élek, Kazinsz Barcikán, és uh, gyakran járunk ugye Budapestre, kilakoltatásokra, vagy egyéb tényfeltáró videókat, mikor készítünk, ugye az mind-mind utazással telik, és uh, ez nagyon sok időt is elvesz, de tudják ők is, hogy uh, miért harcolok, és miért tevékenykedek, így uh, mindenféleképpen uh, Tolerálják, meg látják a célt ezzel szemben. Én egy konkrét példát hoznék még fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Hogy tavaly például karácsony előtt a fiam azért várta a karácsonyt, hogy végre ne telefonáljanak nekem, és ne hívkáljanak, ne csörögjön a telefonom, de sajnos egyébként tévedett, mert még karácsonykor is megkeresésekkel. Megkeresések érkeztek hozzám, de mindenféleképpen összeegyeztethető egyébként a családdal a szakpolitikai, szakpolitikai tevékenységén, úgy gondolom. Meg össze is kell, hogy egyeztető legyen, mert hogyha mi nem csináljuk ezeket a dolgokat, akkor nincsen más kiútja a magyarságnak. Valóban ez egy nehéz kérdés, és így próbáltam is összeszedni a gondolataimat, hogy hogyan ragadjam meg a válaszadást. Mindazonáltal én azt tudom mondani, hogy hála Istennek nekem otthon a családi környezet, a feleségem támogató ezzel kapcsolatban. De ami ezen túlmenően még fontos, hogy ugye sok gyermekes édesapaként, hosszú évek óta gyakorlatilag az én életvitelem az arra az elvre és arra a gyakorlatra épül, hogy bármelyik nap bekövetkezhet valami váratlan. Tehát nincs olyan nap, amelyik úgy zajlana le, hogy én mondjuk azt elterveztem, és ugye ez igaz a mi hazánkban betöltött munkámra is, úgyhogy ez a fajta rutin, ez a fajta gyakorlat átsegít ezeken a váratlan helyzeteken, és egész egyszerűen számomra már az a normális, már bocsánat, hogy a valami nem normális, tehát hogy Váratlanul történik, és ezzel kapcsolatban még egyszer mondom: otthon a család is azért teljesen megértő. Ők is tudják, hogy mivel jár ez. Ez nem feltétlenül hasonlítható más munkakörök közben, én nem szeretem. Ez persze furcsán hangzik így, mint munkaügyi kabinet elnök szájából, hogy munkának nevezni, de ez nem egyszerű munka, hanem ez egy hivatás, amit hitből végzek. Mindannyian hitből végezzük, és ez ad erőt, és ez ad úgymond kreativitást a mindennapi problémák megoldásához, a különféle logisztikai feladatokhoz. Hogyha már ugye itt a családról beszélünk, hogy a gyerekekre kivigyáz, hát most az elmúlt napokban úgy alakult, hogy öt gyerekre kellett egyszerre vigyáznom. És elvittem őket magammal Budapesten, a Florián térre, ahol az ATV kért tőlem egy nyilatkozatot a vendégmunkásokkal kapcsolatban. Mi alatt várakoztunk, ott voltunk a játszótéren, és akkor arra az öt percre ott a közelben az autóval leparkoltam, és ott vártak a kocsiban. Tehát, hogy így, ilyen, ilyen dolgok történnek, de ezeket én nem nehézségként élem meg, mert nyilván semmi értelme a mi munkánknak, hogyha nem lesz egy jövő generáció, amelyik ezt az eszmeiséget tovább viszi. Tehát ezt számtalanszor elmondták már mások is, de nem lehet elégszer hangsúlyozni. Mi mindannyian meg fogunk egyszer halni, de nem a mi egyéni életünk a fontos, hanem Magyarország jövője. Rendben, és hogyha már megkeresésekről van szó, hogyan tudjátok kezelni az egyre növekvő számban érkező megkereséseket? Hisz ugye a parlamentbe jutásunk után egyre ismertebbé vált a párt is, egyre több médiához tudunk eljutni, és így gondolom titeket is nagyobb számba keresnek, meg most már a bajba jutottak. Akkor most én, hogyha megengeded, itt volt közel a mikrofon. Én ezt úgy kezelem, hogy örülök az egyre nagyobb számú megkeresésnek, mert ez azt jelenti, hogy az emberek egyre inkább bíznak a mi hazánk mozgalomban. Azon nem vagyok meglepve egyébként, hogy milyen problémákkal Keresnek meg engem, vagy akár más, mert pontosan tudom a munkavilágából, hogy milyen óriási gondokkal küzdködik egy magyar munkavállaló. Én is dolgoztam számos más munkahelyen a civil életben, ugye a, a postás talán a legismertebb, de nem csak ott dolgoztam, dolgoztam alkatrész kiszállítóként, meg tényleg a, a kereskedelemben is sok más helyen. Tehát pontosan azokat a tapasztalatokat hallom vissza, amiket én is átéltem, és annak örülök, hogy minél nagyobb számban keresnek meg minket, mert még egyszer, Mondom, ez azt jelenti, hogy hitelesnek tartanak minket az emberek, de ezzel a hitelességgel nem szabad visszaélni, és ezért kell száz százalékot beleadni, és mindent megpróbálok én is minden egyes ügyjel kapcsolatban, minden egyes ember megkeresése után, hogy a tudásomnak, szorgalmnak megfelelően a leginkább tudjak segíteni. Ez sajnos nem mindig könnyű, tehát hatalmas az ellenszél, és ezt el is szoktam mondani mindenkinek, hogy nem biztos, hogy erre a problémára itt rövid távon tudunk segítséget nyújtani, de minden esetre meg fogjuk próbálni, adunk nekik jogi segítséget, munkajogászokkal dolgozom én is együtt, úgyhogy még egyszer mondom, Pontosan tudom azt is, hogy még több probléma van a munkavilágában annál is, mint ahány megkeresés érkezik hozzám. Ezúton is biztatok mindenkit, hogy még többen keressenek meg, és próbáljuk meg együtt kitalálni, hogy hogyan lehetne erre megoldást találni. a végrehajtás is hitelügyjel kapcsolatban. Ugye elég szerteágazó a téma, hogy nem csak a végrehajtók és a bankokról kell ugye beszélni, nem csak a ő visszássáukról és a jogtalanságukról, hanem ugye itt szóba kell hozni a közjegyzőket, a követeléskezelőket, a végrehajtókat, a bankrendszert és ugye azokat a politikusokat, vagy politikai pártokat, akik a jelenlegi jogszabályokat is ugye érvényben tartják, ami nem kellőképpen korrekt, és nem feltétlen úgy működnek az adott helyzetben az életben, ami egyébként jó lenne az emberek számára. Ugye itt a végrehajtásból kifolyólag meg így ezzel az egész csoporttal nagyon sok megkeresés érkezik a pártunkhoz. A választás óta szintén megugrott ez a szám, de amikor tényleg rengetegen kerestek meg, az az volt, amikor a Völner sádől botrány ugye kirobbant, akkor volt olyan, hogy naponta több mint száz megkeresés érkezett csak hozzám, a közszereplői oldalamra, és akkor még nem beszélek a Mi Hazánk mon keresztül ö, érkező megkeresésekről. Arra már azt mondtam, hogy ez majd, hogy nem feldolgozhatatlan volt ott ö, így egyedül, de mindenféleképpen az a cél, hogy minden ember számára azért ö, meglehetősen rövid időn belül azért valamilyen úton módon próbáljunk egy iránymutatást adni ebből a végrehajtási pöcegödörből, mert az nagyon jól mutatja egyébként a ezek a visszajelzések, ezek a visszaigazolások, a panaszok, hogy igenis nagyon nagy probléma van a végrehajtásban, és minden egyes ügy egyébként azt mutatja meg, vagy egy újabb problémára derít fényt, hogy igenis miben kellene változtatni a törvényalkotóknak, és ugye pont ezeket a törvénymódosító javaslatokat nyújtjuk be a parlamentbe, meg nyújtottuk is be, de ugye elég nehéz a kormány párti többséggel bármilyen törvényjavaslati módosításunkat átverni, de hiszem azt, hogy egyébként, hogyha folyamatosan napirenden tartjuk ezeket a témákat a megkereséseken keresztül, akkor biztos, hogy rébe fognak érni, előbb vagy utóbb, vagy teljes egészében ezek a javaslatok, vagy pedig csak részben fogják átvenni. Most pedig kérlek, adjatok részünkre egy kis betekintést abba, hogy hogyan telik egy átlagos napotok. Gyakran kell-e éjszakázni a szakpolitikátok miatt, vagy megoldható akár besűrítve egy napba? Hát azért a politikát azt le kell szögezni, hogy azt nem lehet hétfőtől péntekig, négytől, vagyis nyolctól délután négyig csinálni. Már én alapvetően már máshogy gondolkoztam, mert van, hogy a napom hajnali négykor kezdődik, és estére érek haza, hogy meg péntekig itt a politikában azt azért meg kell jezni, hogy hétfőtől vasárnapig majd, hogy nem non-stop észbe kell lenni, és hogyha valami olyan konkrét módosítás, törvénymódosítás vagy esemény történik, arra azonnal reagálni kell, vagy hogyha olyan szélsőséges esettel keresnek meg, amire rögtön segítséget kell adni, akkor azt mérlegelni kell, és abban lépni. A napom általában, meg a hetem az úgy néz ki, hogy ugye általában Budapesten sajtótájékoztatókat szoktam tartani, illetve ahova hívnak ilyen tényfeltáró videókat készíteni, vagy kilakoltatásokra, azokat próbáljuk ugye besűríteni még a hetünkbe, hogy ez elég sok idővel jár, hogy ezeket kell valahogy összefésülni, a sok megkeresés közül is ugye kiválogatni ezeket, hogy pontosan hova is kellene menni. Most ugye kilakoltatás sokkal is zajlanak, bár elég kevés az elmúlt időszakban, de például már augusztus végére, szeptemberre is már több helyre hívtak minket kilakoltatásra. És ahogy az előbb a János is említette, hogy annyira adhok egyébként ez a munka, hogy kiszámíthatatlan az, hogy mondjuk beszervezem a hetemet, vagy két hétre előre, és akkor jön egy esemény, egy váratlanul, vagy egy videó felhívás, hogy arra kéne gyorsan reagálni, akkor az egész rendszert át kell alakítani, akár úgy is, hogyha éjszaka kell ezt véghez vinném. például a sajtótájékoztatókat általában mindig éjszaka szoktam összerakni, mert akkor tudom, hogy nem hív, nem hív senki, nem szól hozzám senki, és ott úgy nyugodtan tudok lenni a gondolataimba. <coughs> Bár itt a köreinkben az a kifejezés, hogy 168 óra az nem túl pozitív kicsengésű, de mégis csak azt tudom mondani, hogy 168 órás ez a, ez a feladat, ez a munka, ez a hivatás. Tehát nincs olyan, hogy munkaidő, mindig munka van, mindig van feladat, és ezért nehezen is tudnám azt megmondani, hogy konkrétan egy napom hogyan. Épül fel, hogyan tevődik össze, mert valamiképpen kicsit mindig más. És ugye én azért több nemzeti hírportálnak is dolgozom, tehát ugye még ezeket az anyagokat, interjúkat, cikkeket is be kell sűríteni, de ez a kettő nyilván összekapcsolódik, tehát vannak téma azonosságok. Ezt befejezni sohasem lehet, csak abba hagyni a nap végén, amikor már mondjuk elfárad az ember, vagy, vagy a gyerekekkel kell foglalkozni, vagy kettőt egyszerre. Úgyhogy megmondom őszintén, gondolkodtam, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre, de erre nem lehet. Tehát ami feladat van, azt meg kell próbálni minél gyorsabban, minél jobban megoldani, és ebből rengeteg van. Ha már előjött a fáradtság témája, akkor a munka mellett a, ugye a kikapcsolódás is nagyon fontos. Mivel töltitek a szabadidőtöket, hogyha mégis akad a szakpolitika mellett? Hát főként a gyermekeimmel, legnagyobb gyerekemmel, fiammal szeretek focizni, meccsre járni, tehát ez, ez kikapcsolódás mindenképpen, vagy közös családi programokat szervezni, de bármilyen furcsán hangzik, bár nem nevezhető szabadidős tevékenységnek, de feltöltődés jelent nekem a mozgalmi munka is, tehát itt a határvonalat megint csak nehezen tudnám meghúzni. Úgyhogy lényegében ennyi. Egyébként, amit a János is említ, hogy ezt a határvonalat nem lehet meghúzni, ezt én is nem csak hivatásként, meg munkaként élem meg, hanem már-már egyébként hobbiként is fel lehetne fogni, mikor olyan eseménnyel találkozok, vagy visszajelzéssel, ami tényleg beindítja azt a gondolkozást, ami mondjuk engem is épít, meg az egész közösséget épít, és a célt szentesíti, és ez olyan, nem az, nem munkának fogom fel, hanem ténylegesen az, hogy igen, ezt meg kell csinálni, és csináljuk meg. Ezen kívül a családommal szoktunk ilyen közös szabadidős programokat csinálni. Szerencsére ezekben nagyon hasonlítunk Ahol szoktunk járni, gyakran euh, horgászni. Én már szerintem vagy huszon, több mint 25 éve horgászok. Még édesapámmal kezdtem el, hogy ez nagy családi hobbink, a közös horgászat, illetve olvasni, írni szeretek és ezen kívül, ami nem olyan régi, kedvelt hobbink, az pedig a gomba szedés, ami nem egy veszélytelen műfaj, de a párom szerencsére nem rég kezdte el ezt a szakellenőri vizsgának a letételét, a tanulását, hogy nem, amikor meglátnak Facebookon esetleg egy-két posztot a gombáimról, az en ilyen háttérrel szedjük le, hogy nem ellenőrizetlenül akarom magamat vagy a családomat megmérgezni, hanem ennek tudatában szedjük a gombákat, és segítségével. Szó volt arról, hogy sokfelé jártok. Mennyire ismernek föl titeket az utcán? Esetleg meg szoktak állítani így személyesen is titeket különböző kérdésekkel? Én már gyakran tapasztalom azt is, hogy nem csak szülővárosomban, meg lakóhelyemen, Kazincbarcikán állítanak meg különféle ö, politikai, személyes vagy jogi kérdésekkel, hanem már majdhogy nem az ország bármely pontján leszólítanak sétálok, utána összesúgnak a hátam mögött, hogy ja, ez a Fister Zsuzsa, nem, ez a mi hazánkos, odaordítanak, hogy hajrá mi hazánk, az utcán miközben megyek a kutyákkal át az ebrán, hogy ilyennel már elég gyakran találkozok, és Budapesttől kezdve, akár a Dunántúra vonatkozólag is leszólítanak, vagy gratulálnak. Például legutóbb, mikor a Balaton-Szepezdi táborról forgattunk, és ott is tevékenykedtünk a Balatonparton, ott is egy úr leszólított, hogy szokta nézni a Torackai László videóit, és sok sikert, meg így a végrehajtók, meg úgy, hogy előfordul. De ez ezzel jár, hogy azért a mi hazánk mozgalom népszerűségével egyenlően azért ezek a személyes találkozások és felismerések, megkeresések is azért ugyanúgy fognak növekedni szerintem. Azt tudom erre felelni, hogy persze ez elő szokott fordulni, nincs ebben igazság szerint különös, ugyanúgy kell ezekre a kérdésekre is válaszolni, mint hogyha akár telefonban vagy e-mailen történne ez a megkeresés. Most enged meg, légy szíves, hogy egy kettő perc erejéig egy kicsit más témáról beszéljek, mert itt szöget ütött a fejemben ez az előző kérdés, és fejtegettük, hogy munka, szabadidő, hivatás, jól érzi-e magát valaki a munkájában, vagy sem, hogy Arról azért beszéljünk már egy picit, bár nyilván ez a beszélgetés egy kicsit személyesebb hangvételű, de ne csak rólunk szóljon már, vagy ne csak róla milyen tekintetben, hogy ha megnézzük azt, hogy Magyarországon az emberek hogyan viszonyulnak a munkához, a munka fogalmához, akkor azt kell látnunk, hogy óriási alapoknál történő félresiklás van, és ez nem az emberek hibája. Hogyha abból indulunk ki, hogy egy ember aktív éveinek a nagy részét a munkahelyén tölti, akkor ugye bár egyáltalán nem mindegy, hogy azt ő, milyen körülmények között teszi. És itt nem feltétlenül csak a pénzről van szó, bár az is alapvetően fontos, mert mindenki pénzből él, de arról is beszélni kell, hogy lelkileg hogyan érzi magát. És én nekem meggyőződésem, és ez a tapasztalatom, személyes tapasztalatom is, hogy a magyar emberek nagy része nem szereti a munkahelyét, és ez nem azért van, mert nem szeretne dolgozni, hanem azért van, mert egész egyszerűen olyan körülmények között kell dolgozniuk, hogy az lelki értelemben is megnyomorítja őket. És ezért tulajdonképpen ilyen depressziós ez a társadalom, és az a társadalom, amelyik ilyen állapotban van, az nem lehet egy büszke nemzet. Tehát itt kötném össze, hogy a munkaügy az nem kipusztán egyfajta szakpolitikai kérdés, hanem ez nemzeti sors kérdés, a nacionalizmussal is összefügg. Tehát egyetlen egy ország sem lehet igazán büszke magára, hogyha szégyenkezni valója van bármelyik társadalmi rétege miatt. pedig itt Négy és fél millió, vagy még annál is több ö, magyar munkavállalóról van szó. És ugye, hogy rövidre zárjam ezt a gondolatmenetet, ugye én azt nem látom sajnos, hogy az emberek ö, lelkileg is ki tudnának teljesedni a munkahelyeiken, mert egész egyszerűen nem olyan ez a gazdasági rendszer, nem olyan a, a felfogás akár a munkáltatók részéről is, a főleg a multik részéről, és ö, egész egyszerűen csak kizsákmányolandó. Ö, dolgozót látnak az alkalmazottaikban, és így nem csoda, hogy az emberek boldogtalanná válnak. Tehát a munkaügy, amikor a munkaügyről beszélünk, akkor ez egy sokkal ö, szélesebb spektrumot ölel fel, mint hogy ö, úgymond száraz munkajogi kérdésekkel foglalkozzunk, mert mi azon szeretnénk változtatni, hogy legyen egyszer egy olyan ország, amikor bár nyilván ö, ideális állapot, ideális rendszer nem létezik, de azért mindig közelíteni kell hozzá, és nekünk az az ideánk, hogy egy valódi munkaalapú társadalmat építsünk fel, ahol a munkának van becsülete. Ma nincs a munkának becsülete. És azért nem véletlen, hogy az emberek úgy fogják fel a munkát, hogy az egy kénytelen, kelletlen, elvégzendő, szükséges, rossz, amit muszáj végezniük azért, hogy a megélhetésük biztosítva legyen. Az külön fölháborító, hogy még így sincs nagyon sok embernek a normális megélhetése biztosítva, de gondoljunk el egy olyan országot, amikor nem úgy megy be az ember a munkahelyére, hogy görcsbe rándul a gyomra, hogy na vajon most mit találnak ki neki, milyen ő törvénytelenségekre fogják kényszeríteni. Úgy, úgy mond, tehát ezt úgy értem, hogy a munkatörvénykönyvét nem tartják be, tehát én Ezekre is szoktam gondolni, minden egyes aprónak tűnő munkajogi kérdésben, minden egyes aprónak tűnő ügyben is, hogy ne veszítsük soha sem szemünk előtt a, a, elől a végcélt, de nem is szeretném így a szót szaporítani, mert tudom, hogy a, az időkeret azért véges, órákat tudnék erről beszélni, de ezt valamiképpen mindenképpen szerettem volna leszögezni. Köszönöm. Sokszor elég kényes témákkal foglalkoztok. Kaptatok-e már fenyegetéseket a tényfeltáró munkátok miatt? Hogy ne? Hát te a legutóbbit azt éppen te is tudod, ugye együtt voltunk Kaposváron egy tényfeltáró riportot csinálni, hogy hogyan árasztják el a vendégmunkások nem csak Kaposvárt, hanem teljes Magyarországot. Jelen pillanatban most már legalább ezer harmadik világbéli munkavállaló van Magyarországon, letörik a magyar béreket, kiszorítják a magyarokat, akik még inkább nyugatra vándorolnak, és még inkább kilátástalanná válik a helyzet Magyarországon. Erről készítettünk Kaposvári helyszínen egy videót, hogy ott ez hogyan zajlik le, és aztán informális úton, ugye arról tájékoztattak engem, hogy a kaposvári húsüzem igazgatója talán, vagy ki -e volt? Egyik vezető pozícióban lévő embere nagyon felháborodott ezen, és feljelentéssel fenyegetőzött, hogyha én ez, ez pénteken tudtam meg, hogyha hétfőig nem kérek bocsánatot azért, amit ott állítottam. Természetesen szó sem lehet semmiféle bocsánatkérésről. Mert ő azt állítja, hogy nincs is sok vendégmunkásod. Hát ez meg relatív, mert szerintem egy is sok, egy magyar ember munkahelyének az elvétele is sok. Azt mondtam neki, azt üzentem neki, írtam neki személyesen, hogy természetesen nem fogok bocsánatot kérni, és tartom, amit ott mondtam, de nagyon szívesen lemegyünk Kaposvára, és elmondhatja egy újabb videóban az ő álláspontját. Érdekes módon erre nem reagált. A feljelentés sem érkezett meg, eddig legalábbis tudomásom szerint, de nyugodtan tegye meg a feljelentés, ez engem nem érdekel. És a jövő őben sem fog érdekelni, hogyha ezért a munkámért bárki fenyeget, mert, mert nem rájuk vagyok tekintettel, hanem a magyar dolgozókra. Hát aki követi ugye a munkánkat, vagy a Torackai László videóit, ugye abban láthatták, hogy nem csak engem, hanem a családomat is megfenyegette egy álnéven rámíró végrehajtó, ugye, aki nem is, ilyen, nem is annyira messze lakik innen, de ezen túl is egyébként többször is kaptam, vagy kapok folyamatosan egyébként álnéveken, kommenteket, üzeneteket, de nyilván ezzel tisztában voltam, hogyha egy ilyen mékasba belenyúl az ember, hogy tényleg ilyen milliárdokat, több millió forintokat keresnek gazemberek inkább, mint hogy embereknek nevezzem őket, és hogyha ezt a jogot vagy jogosultságot tőlük valaki el szeretné venni és feltárja azt a folyamatos igazságtalanságot, vagy esetleges jogsértéseket, azt nem fogják sokáig csöndben tűrni, és vagy ilyen eszközökkel, szó szerinti fenyegetéssel próbálkoznak háttérbe szorítani, vagy megfélemlíteni, vagy tényleg folyamatosan így Látom, mert egyébként a végrehajtóknak nem szokott Facebook oldala lenni, ez nagyon ritka, és mindegyik vagy rövidített kamu profilomokat, rövidített nével ellátott kamu profilokkal van fent, és onnan írkálnak nekem csak az az egy probléma ezzel, hogy látom azt a tartalmat, amit hogyha nincs benne valaki nagyon mélyen a végrehajtásban, akkor csak is egy végrehajtó tudhatná ezeket az információkat, és úgy reagálna, ahogy és de nyilvánvalóan ez nem fog minket eltántorítani a céltól, hogy ugye legyen non-profit a végrehajtás, és ezért folyamatosan fogunk küzdeni, még hogyha így ellenállnak, úgymond a végrehajtók, vagyis próbálkoznak megfélemlíteni minket. Még az előzőre reagálnék egy pár mondattal, amit a János is mondott, hogy ugye a munkavilágában ez a szihés emberi formát, vagy ezt a szihét is figyelembe kell venni. Egyébként ezt a végrehajtásokban is látom, hogy az embereket a, ez a végrehajtás, meg ez az elhibázott végrehajtási törvény annyira kisemmizi, meg kizsigereli, főleg ugye a devizahitel csalásból fakadóan, hogy meg ugye alapvetően is kevesebb, alacsonyabb bért kapnak Magyarországon, hiába mutatnak más a statisztikák, és hogyha még erre rájön a letiltás, a inkasszó, akkor teljes egészében nem marad megélhetésre a magyar embereknek pénze, és ezáltal ugye tényleg ez a depressziós emberek száma növekszik, meg ez a lelki Problémák, ami szerintem a Magyarországon nincs is kellőképpen kezelve, vagy komolyan véve ezeknek a problémáknak a feltárása, de ez már ténylegesen nem a mi szakpolitikánkhoz tartozik, de mi pont ezért vagyunk, hogy ezért harcoljunk, és az ellen felvegyük a továbbiakban is a kesztyűt. Rendben, köszönjük. Ha a mi hazán kerülne kormányra, akkor mi lenne az első törvény, amit bevezetnétek? Ami a legelső lenne, hát egyértelmű az, hogy a végrehajtók non-profit jellegű működését vezetnénk be. Én úgy gondolom, a jéghegy csúcsát kellene legelőször megreformálni. Ugye felháborító az, hogy egyrészt papíron, hitelesen, olyan bevételeket generálnak ezek a végrehajtók a magyar emberek népnyúzásából, ami vérlázító, az, hogy több száz millió forintot tudnak haszonként generálni a végrehajtók, akik több mint kétszázan vannak Magyarországon, olyan kiskirályokat nevelnek ki egyébként, vagy nevel ki ez a rendszer, mint amit láthattunk Sádor Györgynél is, hogy annyira elszállt magától, hogy a NER kapcsolataira hivatkozva azt hisz, hogy bármit megtehet, és ugye hatalmas pénzeket követelt, vagy vett el a vádirat szerint a vád alapján, hogy a végrehajtói kinevezésekhez juthassanak különféle emberek, vagy lojális emberek hozzá, aki ugye közel állnak. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy hatalmas probléma még mindig ez a kinevezési rendszer. Hiába távolították el a Jéghegy csúcsáról a Sádor Györgyöt, különféle információk szerint ez a rendszer nem sokat változott még mind a mai napig, és még mindig a korrupció melegágya lehet ez a kinevezési rendszer. Pont azért, mert hogyha valakit kineveznek végrehajtóvá, és nem vét olyan szúró hibát, akkor élete végéig olyan luxus életet élhet, ami megérhet több száz millió forintot is, hogy kifizessen egyszer vagy részletekbe, és ugye így ő neki teljes egészében jó legyen az élete. Ez a kérdés egyszerre nehéz és nagyon könnyű. Nehéz, hogyha abból indulok ki, hogy milyen problémák vannak a munkavilágában, és mi lenne az, amit azonnal meg kellene változtatni. Itt most nagyon sok mindent fel lehetne sorolni. Látjuk ugye, hogy a Fidesz az elmúlt 13 évben hogyan nyírbálta meg a szakszervezeti jogokat. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a szakszervezetek működésének tekintetében is bőven lenne tennivaló, tehát az nem egy elfogadható irányvonal, hogyha egy szakszervezet politikai célokat akar megvalósítani, független szakmai alapú szakszervezetekre van szükség. Látjuk ugye a magyar fizetéseknek a színvonalát, hogy most már átlagbérek tekintetében csak Bulgáriát előzzük meg az Európai Unióban, tehát már Románia is lehagyott minket, szerintem ez világbotrány, tehát stratégiát kellene kidolgozni, hogy hogyan lehetne emelni a fizetéseket, nyilván, hogy szegmentálni kell, mert ugye vannak a multik, van a magyar KKV-szektor és vannak az állami cégek, itt más-más módszerekre van szükség. Ezt nem is sorolnám most, mert tényleg nagyon hosszúra nyúlna, inkább az egyszerű boldalánál fognám meg a kérdést. Én nem egy törvényt vezetnék be munkaügyi szempontból hanem teljes mértékben eltörölném a mostani munkatörvénykönyvét, és egy másikat írnék, egy olyat, amely a jelenleg uralkodó, dolgozó ellenes vadkapitalista szemlélettel ellentétben egy olyan ideára épül, amely egy organikus társadalom, egy valódi szociális és munkaalapú társadalom ideáját akarja megvalósítani, és itt aztán tényleg az alapokig le kell menni. Ha föltesszük magunknak a kérdést, hogy az oktatásnak van-e Szerepe, vagy lehetne-e szerepe ahhoz, hogy egy ténylegesen olyan munkaalapú társadalom valósuljon meg, ahol nem ilyen állapotok vannak, mint most, akkor azt a választ kell adnunk, hogy igen. Tanult-e valaki az iskolában, most olyanokra gondolok, akik a 90-es években vagy a 2000-es években jártak, főleg munkaetikát, szakszervezeti jogokat, úgy jönnek ki a diákok az iskolából, hogy fogalmuk nincsen arról, hogy mi vár rájuk, ha kilépnek a munka világába. Semmiféle fogalmuk nincsen arról, hogy hova fordulhatnának, hogyha bármiféle jogsérelem éri. És ez csak egy példa a sok közül, de innen kell kiindulni. Tehát összegezve, én teljesen új munkatörvénykönyvét írnék, egy olyan munkatörvénykönyvét, amely a magyar dolgozók érdekeit teszi prioritássá, és nem egyéb más spekulatív köröknek a pénzügyi érdekeit. Kicsit személyesebb vizekre elvezve, áttérünk a villámkérdésekre. Azzal szeretnék kezdeni, hogy merre mentek legszívesebben kikapcsolódni. Ugye erről már szó volt, hogy hol szeretitek, mit szeretek csinálni a szabadidőtökben, de mégis merre inkább hegyek vagy tenger, mi a legjobb kikapcsolódási forma? Mind a kettő, és még Alföld. Nekem legalábbis. Én a hegyekhez vonzódok inkább. Miskorctól kicsit távolabb, balatoni vizekre vezve, hek vagy lángos? Hát inkább hek, de hogyha lángos, akkor az, amit én csinálok. Inkább a hek. Ha már vidéken vagyunk, disznótoron, hurka vagy kolbász? Inkább hurka. Kolbász. Jó társaságban mi tisztok szívesebben? Egy jó kis minőségi bort, vagy akár a barátokkal egy, egy kis egy sört? Kis Sör. Sure. Nyáron fehér bor, télen meg vörös bor. Zenei terepre térve, gyöngyhajulány, vagy ki ez a lány? Retró, vagy modern? Hát az első kérdésre válaszolva teljes mértékben a gyöngyhajú lány. A retro vagy modernre azért kicsit nehezebben tudnék válaszolni, mert ugye ez relatív, hogy mi számít ennek vagy annak. Én a rock zenét szeretem, és még emellett néha szoktam klasszikus zenét is hallgatni. Hát én is, én is egyértelműen a gyöngyhajú lányt választanám. Ezektől az új zenéktől kiráz a hideg, de én is a rockzenét szeretem a Jánoshoz hasonlóan, azon belül is inkább a nemzeti rockhoz húz a szívem. Történelmi személyek, Széchenyi vagy Kossuth? Örök szemben álló felek. Nekem egyértelműen Kossuth. Nekem Széchenyi. Sportot illetően úszás vagy futás? Mm futás, bár nem annyira szeretem, de az sokkal könnyebben megvalósítható, mint elmenni mondjuk egy úszodába, úgyhogy rossz ízzel, de futás. Én úszni jobban szeretek, ezért is viselem nehezen azt, amit mondjuk a barcikai önkormányzat csinál, hogy bezárja a Kazincz barcikai strandot, a Balaton-Szepezdi tábort is leamortizálja, el szeretné adni, illetve ugye az úszodával is vannak problémák a fenntartással kapcsolatban. Ez most nagyon személyes volt, de ez pont aktuális kazinzbarcikán. Film Filmvásznon. Star Wars vagy Marvel szuperhősök? Inkább az előbbi, már csak azért is, mert az utóbbit azt nem is igazán ismerem, és még egy kiegészítés az előző, a futás akkor a leginkább, hogyha focizom. Én egyiket se szeretem igazából, sőt, filmeket se nagyon szeretek nézni, én inkább olvasok, az olvasásra szavazok. Már több mint 15 éve. És hogyha már könyvek, melyek azok a könyvek, amik leginkább megragadják a figyelmeteket? Melyiket olvasztok a legszívesebben? Én címeket most nem mondanék egyébként, meg ez fölvetődhetett volna, hogy van még nekem egy olyan szokásom, hogy valamilyen könyvet mindig olvasok. Lehet, hogy mondjuk annak a végére körülbelül két hónap múlva érek, és mondjuk két naponta tudok elolvasni egy oldal, de, de nekem az kell, hogy mindig legyen valami könyv, amit esetleg magammal vihetek, és hogyha van egy öt perc szabad időm, akár otthon vagy bárhol máshol, akkor abba beleolvashassak. Címeket most nem mondok, inkább témaköröket, ugye a vallási teológiai jellegű műveket is szeretem, a történelmi jellegűeket, de a politikával foglalkozó könyveket is. Szép irodalomra sajnos már nem nagyon jut időm, de, de azért szökő évente igyekszem ezeket is pótolni, vagy ezeket is olvasni. Könyvek közül én inkább a történelmi regényeket szeretem jobban, illetve amelyik eszmével vagy politikával foglalkozik. Ezen kívül, ami még nagyon megragadott, az a Vasalbert művek, akit konkrétan is megneveznék ezzel kapcsolatban. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, és hogyha már előkerült ugye a sör és a lángos témája, akkor arra láthatják is, hogy csaportsört sört is lehet fogyasztani, és hogy láttam, már volt, aki volt lángossal. Szóval a kellemes időtöltés mellé jó étvágyat és jó szórokozást kívánunk mindenkinek, és köszönjük, hogy itt voltak velünk.